hogy ilyen nehezen férünk be. Nagyon sok kedves ismerős arcot látok, és köszönjük minden vendégünknek, akik elfogadták a mi meghívásunkat. Külön sok szeretettel szeretném köszönteni a falunak a képviselőtestületét, örülünk, hogy elfogadták a meghívásunkat, és szeretném majd, hogyha imádságba gondolnánk a polgármester asszonyra is, aki most betegség miatt nem lehet itt közöttünk. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mátraszőlősi gyülekezetet, akik vezetik így a gyülekezetünknek a hálaadását ezen a mai alkalmon, és szeretném megkérni a lelkipásztor testület, Kados István testület, hogy kezdj imával, kezdje meg az alkalmunkat. Köszönjük, Úr Jézus, azt, hogy nagyon szeretsz, és köszönjük azt, hogy te ezt a szeretetet nem csak mondtad, hanem be is bizonyítottad. Köszönjük azt, hogy a te szereteted egyértelmű, a te szereteted kézzelfogható, a te szereteted a mennyországba visz minket, a te szereteted által élünk, és imádkozunk azért, hogy átéljük a te szeretetedet. Imádkozunk a polgármester asszonyért is, te legyél vele, te adj neki gyógyulást, és te adj neki közösséget vele. Amen. Maradjunk állva, és a kezdő énekünkkel kezdjük meg az Isten tiszteletünket, a 230. ének, a zöld énekeskönyvekben, vagy zöldsárga énekeskönyvben, a 230. éneket keressük ki, és énekeljük el közösen.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Barta Csaba atyát is, és örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szeretném megkérni Szabó Imre testvért, hogy az ő bizonyságtételét mondja el közöttünk, és utána folytatjuk az éneklést. Kedves mindenki! Én a hálatomat hoztam, ugye hoztam elétek. Vannak dolgok, amiket, ha úgy belegondolunk az egész életünk során, mindig hálásak lehetünk valamiért, egészen fiatal korunk óta. Igen, az Isten kegyelme is. De vannak olyan dolgok is, amik valami még nem érkezett el az idő, hogy valamiért hálát adjunk. Aztán eljön egy időpont, amikor túl lehet hálát adni. Nem is szeretnék sokat beszélni ezzel kapcsolatban, ahogy mondtam, hoztam az én hálámat. Szeretném megmutatni a testvéremet. Mindenkit, aki eljött a faluból, és hogy együtt ünnepeljünk, és együtt adjunk hálát az Úr Jézusnak, és dicsérjük őt, mert ő méltó rá. Azt gondolom, hogy a hívő embernek nem csak egyszer egy ünnepségen kell hálát adnia, és kiönteni a szívét az Úr Jézusnak, és felsorolni azt a sok hálaokot, hanem azt gondolom, hogy ez részese annak az embernek az életében, aki tudja azt, hogy minden, amit kap, akár jó, akár rossz, az Istentől van, mert az Isten tudja,
hogy mi az a teher, amit az ember el tud viselni. A héten nagyon sokat gondolkodtam, hogy abból a javakból, amiket én kapok az Úrtól, mit tudnék esetleg kiemelni, amit ma szívesen megosztanék a gyülekezettel is. És rájöttem, hogy mindenért egyformán vagyok hálás. Hálás vagyok a gyülekezetért, hálás vagyok a szüleimért, hálás vagyok azért, amit az Úr kirendel számomra, és rájöttem arra, hogy bármilyen dolgokat veszek is számon, a leghálásabb azért lehetek, hogy én nekem nem csak ebben a földi dolgokban van reménységem. Ha csak ebben a földi dolgokban reménykednék, és bíznék abban, hogy majd később jobb lesz, vagy majd megváltozik valami, akkor nagyon szegény ember lennék, és lehet, hogy nem is lenne okom annyira a hálára. De én azért vagyok a leghálásabb, hogy tudhatom azt, hogy az én megváltóm él. És egy olyan országot tervez számomra is, amire nem csak én léphetek be, ami nem csak számomra meghívó, hanem mindannyiunk számára meghívó, akik elfogadjuk ezt a meghívást. Ezért vagyok hálás, hogy az Úr egy olyan hazát készít számunkra, ahol nincsenek problémák, nincsenek gondok, fájdalmak. És ez jelentheti a legnagyobb túlélést minden napunkon, hogyha tudjuk azt, hogy számunkra nem csak ez a nap, ez a hét, vagy ez az élet létezik, hanem egy sokkal csodálatosabb ország, amit Isten készít számunkra. És van egy ige, ami Máté evangéliumában van megírva. Azt írja Máté evangéliuma, hogy ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap miatt, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai miatt. Elég minden napnak a maga baja. Én bátorítom magamat is és önmagamat is, hogy nézzük meg azt, amit erre az egy napra kaptunk. Éljünk azzal a lehetőséggel, amit erre a napra kaptunk. Ha Isten ma felkínálja a kegyelmet, és hiszem, hogy ma felkínálja, akkor fogadjuk el. Éljünk azzal, amit most kapunk az Úrtól, és legyünk érte hálásak. És reménykedjünk egy olyan országban, ahol már nincsen fájdalom, nincsen probléma, hanem az egyedüli, egyetlen egy jó dolog, az Isten lesz önmaga. És törekedjünk arra, hogy minél többen részesei lehessünk ennek az országnak.
Úrmezei Erzsébet, két hazám van. Két hazám van, első és második hazám. Mindkettőt szeretem. A másodikat akkor igazán, ha az elsőből él az életem. A második a föld, az első az ég. A második közel, az első nem tudom, hogy közel vagy messze még. A második hazám virágot ad nekem, kenyeret ad nekem. Kaszanyéllel és építőkövekkel miatta kérkezem a tenyerem. Beleményeztem ekén vasát, s terem. De ha az első nem ragyogna rám, nem volna más a második hazám, csak sír velem. Mert azt mondanám, hogy nem érdemes. Rigó fütyülne, a pacsirka szállna, dalterhesen nagyon-nagyon magasra szállna. A szép tavaszvilág zenne, fakadna, bomlana. Lüktetne fában és kőben, és szívedben az élet dallama. Mégis azt mondanám, hogy nem érdemes. Ugyan miért, amiben véget ér? A lomb lehull, tavaszra jövök ér. Még a bimbóból is a halál beszél. De én nem mondom, hogy nem érdemes. És töröm az ugart, és mindegy nekem akármeddig tart. A téli fák csontulja is, békéssel rám a sorgok. Majd kihalt. A sír az egyik part, és túl a másik part. Itt véget ér, itt akármeddig tart, ott végtelen. Ez a hit jár velem. Az Isten jár velem. Húsvéti Isten, húsvéti hit. Ugat, török, beteg és aratok. Sajjam a télben, tavaszban, csüggedetem felemelem. Yeah.
A mandolinos énekcsoportot kérjük szépen, hogy a következő bizonyság kérdezik. Tavaly itt álltam bizakodón és hálával. Bizakodón azért, mert terhes voltam és a terhessége miatt. Bizakodva, hogy minden reménykedtem benne, hogy minden jól fog alakulni. És hálával az elmúlt évek élményei miatt. És most újra itt állok, mivel most már örömmel és hálával, mert most már kézzelfoghatóvá vált, így be is mutatta a mi kisfiunkat. Isten megadta nekünk, egészségesen megszületett, és hálával ugyancsak azért, mert bízhatunk, és bízhatunk Isten szeretetében, és rábízhatjuk a mi életünket. Ennyit szeretném. Mindenható Isten azt mondta Dávidnak, gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik az én szövetségemet, és az egek kijelentik az én igazságomat, mert az Isten szent és igaz bíró. Adja meg a jó Isten, hogy minnyáján betehessegyünk az ő házának javja a dicsérettel. Yeah.
korszakban általában nincs hitetlen. Egy kedves műtét előtt álló ember azt mondta, hogy csak egy órán van még hátra, hogy döntést tegyek afelől, hogy beleegyezek a műtétbe, vagy nem. És annyit mondtam, hogy imádkozni kell, Laci bácsi. De én ateista vagyok. Mondom, azoknak is lehet imádkozni, vagy azokért is lehet imádkozni, mert Isten előtt nem csak azok jók, akik járnak templomba, azt mondja, ez igaz, hanem mindenki kedves az Isten előtt, aki őt keresi. Imádkozzunk. Így legyünk. Mondtam, nem így imádkozunk, hanem így. Összetette a beteg a kezét, néhány mondat után közbeszólt, tessék megállni, belemegyek a műtétbe. Túl lett a műtéten, és tudjátok, mi volt az első mondatra? Na, hál' Istennek, sikerült. De nem csak ez az igazi hála, hanem az odaszánt élet. Mert átmeneti élményünk lehetnek. De a Jóisten mindvégig halálig hűségesi akar tenni, hogy szálljuk oda magunkat ő néki a dicséretre. Egy másik utitársam pedig a következőt mondta el, teszik tudni, én a legcsúnyább szájú voltam a faluban. De akkor tértem meg, amikor mentem be a templomba, és a tisztelendőnek ezt mondtam, hogy dicsértesség a Jézus Krisztus. És azt mondta a tisztelendő, hogy te ne mondd ezt. Te csak azt mondd, hogy jó estét kívánok. Azt mondta ez az asszony, és megértettem akkor, hogy nem jöhet két forrás víz az ajkamban. Igen, aki az Istennek ártott a szívét, az ajkaim és a dicséret jön ki. A Jóisten áldja meg ennek a vidéknek az emberét, akik Istent keresni jönnek, hogy maradjunk is meg ő benne, most és örök is. Vegyük számba a kicsi áldásokat is, ez legyen a következő énekünk. Mi énekeljük az éneknek a szövegrészét, a karját meg, akik ismeritek, énekeljétek együtt velünk.
dicsérje az Urat. Amen. Első leveléből a 7. fejezet 7. versétől fogok olvasni. Szóval akkor most János evangélium a 3. fejezet 16. versétől olvasom, így hangzik. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És akkor János levele, János első levele, 4. fejezet, 7. verstől egészen a 10. versig olvasom. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy az ő egyszülött fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szeretünk, szeretjük Isten, hanem hogy ő szeret minket. És elküldte az ő fiát engesztelő áldozatú a mi bűneinkért. Imádkozzunk! Uram, nagyon hálásak vagyunk a te szeretetedért, és azt kérlek, hogy megértsünk valamit belőle. Köszönöm azt, hogy nincs olyan ember a Földön, aki már unhatná a te szeretetedet, mert a szereteted az napról napra megújul, a te kegyelmed megújul, és erőt ad, és betölt minket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Sokat gondolkoztam azon, hogy miről prédikáljak délután, mert lettek volna ötleteim, csak van nekem egy témám, az isteni szeretet, ami számomra annyira megragadó, és már lehet, hogy a Mátaszőlősi testvérek már unják, de én arra jöttem rá, hogy az Isten szeretetét nem lehet megúrni, volt az a reklám, hogy ezt nem lehet megúrni, hát az Isten szeretetét tényleg nem lehet megúrni. És a János 3.16 az egy olyan igevers, amit már nagyon sokan tudnak, gyermekek is, és olyan érdekes az számomra, hogy mindig új és új arcát mutathatja ez a régi igevers. Van egy kedves történetem, a Moody könyvében, olvastam Moody életéről szóló könyvben. Abban van egy fiatalemberről ír Moody. Moody, tudni kell, hogy ő egy nagy evangélista volt. Egy gyerekszolgálaton keresztül nagyon sok gyerek megtért, aztán Isten elhívta, és nagyon sokan megtértek általa Chicagóban, és rengetegen ismerték őt, és sokfele ment ez a Moody nevezetű lelkipásztor evangélista, és olyan jó azt látni, hogy Isten kiteljesítette az életét. De amikor Angliába járt, akkor találkozott egy fiatal emberrel, aki azt mondta neki, hogy
Én is prédikálok, gyülekezetbe futottak össze. Úgy szeretnék prédikálni a te gyülekezetedbe. Hát nálunk baptistáknál így működik, hogy jönnek emberek, és akkor mondják, hogy hallunk róluk, hogy jó prédikálnak, akkor meg szoktuk érni, hogy gyere el hozzánk. De ez az a különbség, hogy ennél a fiatal embernél ő ajánlkozott, hogy ő akar prédikálni az ő gyülekezetében, és akkor Budinak is fenntartásai vannak, mert hogy hát saját magát ajánlja, milyen dolog ez már, de annyira unszolta, hogy azt mondta, tudod mit, ha eljössz hozzánk prédikálsz. Csak az volt a probléma, hogy abban az időben hát nem repülővel jártak az emberek, hanem még vonattal, aztán meg ugye vonattal, hajóval, ilyen, és azt történt, hogy amikor egy hajóút is döbhetes út volt, akkor hazament Budi, két hónap múlva már jelentkezett is ez a fiatal ember, hogy jött prédikálni. Neki pont el kellett mennie valahova, és megkérte azt mondta, jó, akkor holnaptól csinálunk egy ilyen hitmélyítő alkalmat, meg egy evangelizációt, gyere és akkor prédikálj, egész héten te fogsz prédikálni, és akkor el is ment. Csütörtökön hazament, és kérdezte a feleségétől, hogy na ez a Nebulo, ez a fiatalember, hogy prédikál. De nagyon szuperül, nagyon jól. De ne, teljesen másképp prédikál, mint ez. Beült pénteken hallgatni az igehirdetést, és azzal kezdte az igehirdetőt. Kerestem már egy másik igeverset, de nem bírtam ki, nem tudok másról beszélni. Csak is a János 3.16-ról, és akkor felolvasta a János 3.16-ot, és akkor a Bibliának különböző pontjairól, Isten szeretetéről beszélt. Aztán szombaton is erről prédikált, kiderült, hogy hétfőtől prédikálta mindig a János 3.16-ot. Szóval szombaton is mondta, hogy most már nem akartam mutatni a testvéreket, de csak nem tudok másról beszélni, csak Isten szeretetéről. Szóval vasárnap is, ahogy befejeződött, ugyanez történt, hogy vasárnap is János 3.16-ot olvasta fel, és mondta, hogy nem tudok másról beszélni, csak az Isten szeretetéről. És Moody írja a könyvébe, hogy olyan hatással volt rá ez az igehirdetés sorozat, igaz csak hármat hallott, hogy onnantól kezdve ő is Isten igéjéből mindig az Isten szeretetét veszi észre és vette észre. Tehát azért mondom el a testvéreknek, mert az Isten igéjéből sok mindent meg lehet találni. Valaki törvénykönyvnek látja Isten igéjét, valaki történelemkönyvnek, mondjuk a zsidó származású emberek számára ez a történelemkönyv, valaki törvényeskedni akar, akkor azt is megtalálja benne. Sok mindent meg lehet találni a Bibliában, de a legelső lapjától, a legelső igeversétől a legutolsóig meggyőződésem, hogy átszövi minden egyes pontját az Isten szeretete. Úgy kezdődik Isten igéje, nehogy megijedjenek a testvérek, azért nem fogom az összes igét majd átolvasni, de hogy így kezdődik. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Még semmit nem tudunk, csak azt látjuk, hogy az Isten tesz valamit és ad. Még semmit nem olvasunk, nem írja le az Istent, hogy milyen, meg hogy, csak egyből, hogy ad. Már egyből már ad, ad, ad. És nagyon fontos tudniuk a testvéreknek, hogy az Isten igéjében mindenütt meg lehet találni, még az ítéletes igékben is meg lehet találni azt, hogy szeret minket az Isten. Azért nincs még végünk. Minden egyes lapján, minden egyes betűje meggyőződésem, hogy Isten igéje, az az Isten szeretetéről szól. Úgy is szokták mondani egyesek, hogy szerelmes levele az emberhez a Biblia. Istennek a szerelmes levele az emberhez. Nagyon fontos tudni. Az is jó látni, hogy ahogy végigmegyünk az utcán, most ahogy jövünk, még sose jártam erre, de amikor jöttünk erre, néha úgy meglepődtem, hogy mennyire szép környéken vannak a testvérek. Hogy Isten dicsőségéről, Isten hatalmáról szólnak ezek a hegyek, a természet,
kicsin kis fűszálban, óriási földben, minden egyes porcikájában a világnak, amit még nem rontott el az ember, ott van az Isten szeretete. Amikor fölnézünk este az égre, látjuk a holdat, a csillagokat, akkor is gyönyörködünk az Isten szeretetébe, hogy nagyot alkotott az Isten. Azután volt a kommunisták annak idején a Szovjetunióba, kipróbálták, csináltak egy kísérletet, hogy egy olyan gyermeket, aki még megszületett, és meg volt tiltva, hogy Istenről beszéljenek neki, kíváncsiak voltak, hogy mikor kezd érdeklődni Isten felé ez a fiú. Elkezdett növekedni ez a fiú, és meglátta élete első naplementét, és akkor már tudott beszélni. Azt mondta, hogy bárki is csinálta, nagyot alkotott, nagyot csinált. Úgyhogy bennünk van az Isten keresés, az a vákum, és meglátható az világ értelmes vizsgálata révén, hogy van Isten, és olyan jó ezt látni. De azt is el kell mondanom, hogy az Isten szeretetét legjobban maga az ő fia, Jézus Krisztusban lehet tetten érni, meglátni. A Jézus Krisztusban lévő szeretetben lehet meglátni az Isten szeretetét igazság szerint. És ma háromféle szeretetről szeretnék beszélni. Ez Josh McDowell-nek van egy olyan könyv, aminek az a cím, hogy neked milyen szerelem kell. Abban ír erről a három szeretetről, engem nagyon-nagyon megindít, és nagyon nagy hatással van rám ez a könyv. És onnantól kezdve erről a három szeretetről rendszeresen szoktam beszélni, amikor mióta olvastam. És most erről a három szeretetről szeretnék beszélni. Az emberi szeretetről, és az Istennek a szeretetéről. Na hát milyen az emberi szeretet? Hát az úgy kezdődik, hogy ha szeretet. Szeretlek, ha! És általában akkor szeretünk valakit, ha ugyanúgy gondolkozik, mint mi, valami közös van bennünk, ugye? Valahogy egy pártállású, vagy egy vallású, vagy egy gondolkodású, vagy egy érdeklődésű körül, mind a ketten szeretjük a horgászatot, vagy mind a ketten szeretjük a focit, és akkor tudunk már beszélgetni, hogy valahogy és szeretlek, ha van bennünk valami közös, szeretlek, ha azokat az értékeket, amit én értéknek tartok, azt te is értéknek tartod, szeretlek, ha. Azután vannak banális példák. Szokták mondani anyukák a kisgyereken, szeretlek, ha rendet raksz a szobádba. És akkor a gyerek szépen rendet rak a szobájába, na szeretlek. Azután vannak már úgy, amikor már nő, növekszik, be kell a háztartásba is segíteni, hogy takarítás, meg minden kisiam, kiviszed a szemetet, szeretlek. Aztán már kezd kegyetlenné válni ez a szeretet, amikor már azt mondja az apuka, én találkoztam olyan emberrel, aki tönkretett a saját apja azzal, hogy akkor szeretlek, ha 5-öst hozol, és ha 4-est hozol, aznap nem is szólt hozzá. És olyan fóbiák, és olyan negatív hatások indultak el az életébe, hogy neki teljesíteni kell. Találkozok, én amúgy két iskolában iskola lelkész is vagyok, találkozok olyan lányokkal, akik elmondták nekem már többen is, hogy hát az ő barátjuk azt mondta nekik, hogy akkor szeretik, és akkor fognak mellettük kitartani, ha lefekszenek. És akkor velük. És akkor amikor odaadja magát a lány egy ilyen fiúnak, észreveszi, hogy 2-3 hét múlva az a fiú már más lány hajt, és már más lánynak csapja a szemet. Azért, mert ő is csak egy trófea lett. Úgyhogy ez a teljesítményre alapuló szeretet, ez az, hogy nekem kell, hogy valamit tegyél, hogy szeresselek. Hogyha te megteszed, amit én akarok, akkor szeretlek. Hát vannak a vallásos közösségben is előforduló ilyen teljesítmény centrikus szeretetek, mint például akkor szeretlek, akkor vagyunk jóba,
Látom, nagyon gyümölcsöző vagyok. Akkor vagyunk jóba. Remélem, nem csíp meg senkit sem. Akkor vagyunk jóba, hogyha egyet értesz velem. És hogyha mindenki tudja, hogy nincs igazam, még akkor is egyet kell értened velem, lojálisnak kell lenned hozzám, és nem szabad szólnod, hogy tévedek, mert akkor már nem leszünk jóba. Vagy ez a közösen utálunk valakit. Hát jó balás közösségben ilyen nincs. De közösen megvan a véleményünk egy szeretett testvérről, és amikor pletykálkodunk róla, akkor nincs olyan, hogy pletyka, csak ima téma. Ugye? Imádkozzunk érte, és már megint, és akkor megint, és mindig összeültök, és mindig ezt az ima témát elmondjátok, ő maga egy ima téma. És az a probléma, hogyha már a testvért megérinti a Szentlélek, és azt mondja, hogy ő már nem akar erről beszélni, akkor meg megsértősz, és akkor már ez a baráti kapcsolat akkor megszűnik. Az a baj, ha szeretett nekem ezzel a teljesítménycentrikus szeretettel, az a probléma, hogy sose tudhatod, hogy meddig tart. És nem tudhatod, hogy a másik mit gondol. És egy függő viszonyban vagytok, egy egészségtelen függő viszony alakul ki köztetek, és úgy érzed, hogy valamit kell tenned, hogy elfogadjon. Ezt így hívja a magyar, hogy vásárolja a szeretetét. Hogy vásárolod, próbálsz megfelelni. Vannak olyan emberek, keresztény emberek, akik az Istennel való kapcsolatuk is ilyen teljesítménycentrikus, ha szeretet. Vannak olyan emberek, akik úgy olvassák a Bibliát, hogy ezeket az igéket olvassák ki, amikor megláthatják, hogy az Isten is akkor szeret engem, ha elmegyek a templomba, imaházba, hangosan imádkozok, ha akkor szeret engem az Isten, ha bemerítkezek, ha urvacsorázom, ha gyónok, ha tudjuk, hogy ha. És akkor az ilyen emberek, amikor gondolkoznak az Istenről, például az Exodus Mózes második könyvének a 15. versét olvasva, igazolva érzik magukat, hogy teljesen igazuk van. A 26. vers így hangzik. Azt mondta az Úr, a hűségesen hallgat Istenednek, az Úrnak a szavára, és azt cselekszed, amit kedves az ő szemében, és figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátod rám azon betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyító. És akkor megtaláljuk azokat az igéket, amikor azt mondja, akkor szeretlek, ha. És találunk ilyen igeverset, hogy meg kell tenned, vagy ha nem teszed, akkor. De el kell mondanom, kedves testvérem, hogy ezek az igék sehol se arról beszélnek, hogy akkor szeret téged az Isten, hogyha engedelmeskedsz neki. Nem. Itt az áldásról van szó. Isten akkor is szeret, ha nem engedelmeskedsz neki. Akkor is szeret, ha nem jársz templomba, imaházba. Akkor is szeret, ha nem olvasol Bibliát és nem imádkozol. Akkor is szeret. De nem lesz áldásos az életed. Nem leszel áldott. Isten még Nérót is szerette, Hitlert is szerette, Sztálint is szerette. De nem tapasztalták meg azt a gyümölcsözést, azt az áldást, amit megtapasztalhattak volna, ha megtérnek. Ez egy nagyon fontos dolog, és ez egy nagyon fontos igazság, hogy sehol nem beszél arról az Isten, hogy feltételhez köti az ő szeretetét. Ő nem szeretlek, ha, hanem majd még fogunk beszélni, hogy ő hogy szeret. Szóval van a következő, kegyesebbnek hangzik az a szeretet, amelyiket úgy szeret, vagy úgy mondunk, hogy mert szeretet. Azért szeretlek, mert ilyen vagy. Hú, de szeretjük ezt hallgatni. Azért szeretlek, mert szép vagy. Azért szeretlek, mert aranyos vagy. Azért szeretlek, mert kedves vagy. Azért szeretlek, mert ilyen, meg olyan, meg amolyan vagy. És ezt úgy jó hallani. Ez olyan kegyesnek hangzik, de igazság szerint ebben is benne van az önzés. Miért is mondom ezt? Például volt egy lány, aki Amerikában él,
jegyesével ki volt már tűzve, hogy pénteken lesz a lesküvőjük, és egy héttel előtte autóbalesetet szenvedett a lány, és a balesetben nagyon-nagyon csúnyán megvágta az arcát az autóroncs. Úgy, hogy az sose fog eltűnni az arcán. És a fiú azt mondta, hogy így már nem szeretlek. A mert szeretet bármennyire is kegyesen hangzik, próbálja konzerválni az állapotodat, és előbb-utóbb ha szeretetté válik. Szeretlek, mert ilyen szép vagy, és elveszel egy gyönyörű nőt, aki így néz ki, hát három gyerek után már nem biztos, hogy így fog kinézni. Esetleg a feje, ugye? Hogy ezt azért gondolom, hogy vagy amikor már a két gyerek után már a két gyerek is tud össze-vissza beszélni, csinálni dolgokat, és ekkora a feje, de meg hazamész a munkából, és te egy kedves nőt vettél el, és ez a nő meg, aki most, akivé vált ez az asszony, ez meg marog, meg hát hogy beszél ez velem, ugye? Meg ingernéken, hát mivé vált a feleségem? És akkor már nem szereted? Nagy Isten, ne rokkam! Nem azt mondják általában az esküvőn, hogy még a tolókocsi el nem válasz, hanem még a halál el nem válasz. Vajon észrevesszük-e, hogy ebben a mert szeretetben egy nagy adag önzés van? Ilyen legyél, és hogyha normi diéta, és toppon vagy, és mit tudom én, ha te fölvarratod a ráncaidat, megcsinálod a melleidet, meg a többi dolgokat, mind megcsinálja, akkor szeretem. De ha nem teszi meg, szóval a mert szeretet nem tudja elviselni a változást. És vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy az Isten is ilyen mert szeretettel szeret. Azért, mert például szeret engem az Isten, mert járok imaházba. Szeret engem az Isten, mert olvasom a Bibliát. És mivel olvasom a Bibliát, szeret engem. Szeret engem az Isten, mert imádkozok. Szeret engem az Isten, mert szolgálok. Sok gyülekezetben előfordulhat, hogy azt gondolják, hogy mert prédikálok, mert zongorálok, mert dicsőítésben van, mert takarítom az imaházat, ezért szeret engem. Igen ám, de ebben a gondolkodásban benne van az, hogy de ha nem járok imaházba, de ha nem szolgálok neki, akkor már nem szeret engem az Isten. Ha én kételkedek az ő szeretetébe, akkor már nem fog szeretni engem az Isten, úgyhogy vigyázzál! És ebben az a probléma, hogy olvasunk a Bibliában ellenpéldákat. Például ott van Illés próféta. Depresszióba esik, kételkedik, azt mondja, miért nem haltam? Meg akarok halni gyakorlatilag. Ő meg akar halni. És azt látjuk, hogy Isten akkor nem szereti. Nem. Épp az ellenkezője. Szereti az Isten. És megerősíti. Vagy elhagyja Jónás az Urat. Azt mondja, menj Ninivébe, s ő rohan Tarcuszba. Gyakorlatilag pont az ellenkező irányba. És az Isten akkor már nem szereti? Dehogy nem szereti. Szereti Jónás akkor is. Nem tud Jónás olyan rossz dolgot csinálni, hogy ne szeresse. Úgyhogy ez nem helyes gondolkozás, amikor azt gondolja valaki, hogy azért szereti őt az Isten, mert valamit tesz érte. Az is nagyon fontos igazság, hogy Isten már előbb szeretett. Mielőtt még megszülettél volna, ő már szeretett. Ő már akkor szeretett. Szóval beszéltem a ha szeretetről, meg a mert szeretetről. Akkor beszélek az agapéről, az igaziról, amit az Istenben van. Szeretlek és pont. Fogalmam sincs, hogy az Isten miért szeret. Volt annak idején egy műsor, egy TV műsor, összeültek papok, mind különböző vallású papok, meg filozófusok, buddhistától, keresztény papig, Krisnástól,
rabbiig, és az volt a téma, hogy Isten miért teremtette az embert. És voltak ilyen kegyes választok, azért teremtette az Isten, mert hogy szolgáljon az ember az Istennek. Meg ilyen válaszok voltak. De igazság szerint mindegyik emberi válasz volt, és mindegyik valahol sántikált. Már akkor gyakorlatilag ott vannak az angyalok, akik szolgálnak neki, nem kell neki ember, azok sokkal tökéletesebbek. Úgyhogy nem tudjuk, hogy miért szeret minket Isten. Mondhatnánk, hogy az Istennek van egy ilyen szexepile, hogy szeret minket. Valahogy neki van egy ilyen, ő szeret minket. Tökéletlenek vagyunk, de ő is szeret minket. Nem tudod, szeretés pont. Nem tudod kitalálni. Én néha mondtam azt, hogy szerintem azért teremtett minket Isten, hogy kiárassza a szeretetét. De hát a lányomat nézve, ahogyan babázik meg minden, az is egy önző dolog lenne, hogy amikor tetszik, akkor babázik, amikor meg nem tetszik, akkor eldobja a babát. Az Isten nem ilyen, fogalmunk sincs. Egyszerűen szeretés pont. Szeretés kép. És az ő fiában meg lehet látni ezt a hatalmas szeretetet. Aki Isten formájában lévén nem tekintette ragadománynak, zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, engedelmeskedett halálig. Mármint, hogy az Isten szeretete Krisztusban mutatkozik meg, és megláthatjuk, hogy beletartozik ebbe a szeretetbe, meg egészen elmegy odáig ez a szeretet, hogy kötényt köt, és megmossa a tanítványok lábát. Ebbe a szeretetbe az is beletartozott, hogy kezét, lábát átszúrják, és gyilkosokat szögelték keresztre, és mint egy gyilkost, mint egy utolsót keresztre feszítsék. Ebben a Jézus Krisztus szeretete egészen végigment. Szeretés pont. Nincs oka. Úgy szeret, ahogy vagy. És ez olyan jó. És ez Krisztus szeretete önfeláldozó. Mert ő feláldozta magát, megmutatja. A szeretet himnusz így megjelenik előttünk, az 1 Korintus 13. Krisztus szeretete megértő, mert ő nem vádol. Krisztus szeretete kibékítő, ő kibékít az Atyával. Krisztus szeretete békességet teremt. Ő, amikor látsz embereket haragudni, és megtérnek, és barátokká válnak. Nem jó látni, amikor egy roma testvér, egy volt skinheaddel, megtért az a skinhead, a roma testvér is, és együtt dicsérik az Urat, milyen fantasztikus. Kibékíti az Isten az ellentéteket. Olyan jó azt látni, hogy a Krisztus szeretete ilyen csodákat képes. Aztán a pont szeretet nem cselekedettől teszi függővé önmagát. Nem a tulajdonságainkra épít. Egyszerűen szeretés képz. És annyira szeretem ezt a történetet, hogy egy apuka szerette, amikor nézte a meccset Amerikában, amerikai focit nézte, és akkor szerette, hogy tejet iszik, és benne vannak ezek a mindenféle gabonatejnek, meg minden. És amikor meglátta a 3-4 éves kisfia, hogy úgy nézi a meccset, hogy nincs benne, vagy nincs a kezébe ez a tej, meg ez a gabonatej, akkor kiment a konyhába, az apuka meg, mire amerikai konyhás volt a ház, nézte, hogy mit csinál. Látja, hogy a kisfiú kicsapja a hűtőt, olyan kedvesen, hogy majd leesik a csempe. Aztán náluk ilyen jó nagy tej van Amerikában, nem tudom, hogy hány literes, 3-4 literes, vagy 5, nem tudom, vagy 4. Hát kiveszi, letekerte a tejet, a tejnek a kupakját, addig a földre lerakta, a padlóra lerakta a poharat, és fölemeli azt a 4 literes tejet,
Hát de tudjuk, hogy ez nehéz. Az apukat csak figyel. Önti mindenütt szalaszét a tej. Alig ment a pohárba, de aztán előveszi, ja, és visszarakja úgy a tejet. Aztán előveszi a gabonapelyhet, és akkor elkezdi szórni. Szalaszét minden, apuka csak figyel. Megfogja, elkezd menni, vigyázz, hogy ki ne lötyítse a tejet. Odaér a küszöbhöz, bum! Apuka elé, ott a szőnyegre, szalaszét hullik a gabonapelje a tejjel, kiesik a kezéből a pohár, és az apuka ahelyett, hogy megszipná, ő megnézte, hogy így gyönyörködik a gyerekében, hogy az én fiam ezt nekem csinálta volna. Nekem csinálta. És átöleli, hogy büszke a gyerekére. És az Isten is nem a teljesítményektől teszi függővé a szeretetét. Mert körülbelül a mi szolgálatunk, amit azt gondoljuk, majd szép durranunk, hogy mi mennyire szolgálunk az Istennek, és még büszkék is vagyunk, és elmondjuk, hogy szolgálunk, nem hogy mit az a gyalogkutya, aki nyírja a füvet vasárnap, nem úgy, mint mi, és ezért, és akkor azt kell mondanom, hogy minden szolgálatod, minden egyes dolgod csak kegyelem. És lehet, hogy nem külön, mint ez a kisfiúnak az akarata, szolgálata. És lehet, hogy az Isten is a szándékot nagyon fontosnak tartja. A pont szeretetre van minden embernek szüksége. Ettől a szeretettől meggyógyulnak az emberek. Ma a 21. században azt mondják, hogy a skizofréniát nem lehet gyógyítani. Hogy egy skizofrén embert nem lehet meggyógyítani, és ha jól emlékszem, Németországban történt meg, és publikálták is egy ilyen pszichológiai lapba, hogy egy vallásos házaspár 4 vagy 5 skizofrént magához vett, skizofrént, és ők nem csináltak semmit, csak feltétel nélkül szeretettel szerették ezeket a gyereket. És a mai orvostudomány nem érti, hogy lehet, hogy mind a 4 vagy 5, mind az összes skizofrént megoldott. Pedig, és ez nem hívő szaklapba, hanem ez egy pszichológiai szaklapba jelent meg. Hogy csodákra képes a feltétel nélküli szeretet. A feltétel nélküli szeretet meggyógyít. Aztán a feltétel nélküli, a krisztusi szeretet, az agapé szeretetben helyreállnak a kapcsolatok. Helyreállnak. Olyan jó azt látni, amikor évtizedes harag, féltékenység, vagy meg nem bocsátás elmúlik, amikor megismerik Isten. Emberek, példákat is lehetne erről mondani. Volt egy fiú, modern tékozló fiúnak mondják, azt hiszem a vetés és aratásban jelent meg, hogy ő ment haza, már évtizedek óta nem volt otthon, vagy mit tudom én, nem tudom hány éve, és mert nagyon csúnyán összeveszett az apjával, és ott hagyta, és vonaton beszélgetett valakivel, szemben ülővel, és mondta azt, hogy most megyek. Írtam apámnak egy levelet, és azt írtam benne, hogy ha meg tud nekem bocsátani, akkor mivel itt laknak a vonat sí mellett, ezért ott van egy fa, és rakjon rá egy fehér zsebkendőt, és akkor onnan tudom, és akkor leszállok, és hazamegyek, és akkor. És amikor mondta ez a fiú a szemben ülőnek, hogy de én nem merek oda nézni, mert attól félek, hogy nincs ott az a zsebkendő. Nézze már meg, hogy ott van. És erre elkezdett kiabálni ez az ember, hogy nézzem oda az egész fatelen a zsebkendő. A feltétel nélküli szeretet az nem kicsinyes. Nem mondja, hallottam egy házaspárról, amikor ismerőseim úgy, hogy összeházasodtak, és rá 6 év múlva összevesztek, és a férj mondta,
1993. november 5-én ezt mondtam. Feleség, csak nézzek, mi mondtam? Honnan tudod? Kiderült, hogy listát vezetett a film. Na, persze, pontosan. De amikor megtért, és megérítette az úr, akkor eltérte ezt a listát. Ez a nagy dolog, a feltétel nélküli szeretet az nem ilyen kicsinyes. Kibékülsz azzal, akivel lehet, hogy évtizedes konfliktusod van. Aztán a krisztusi szeretet megváltoztat. Van egy, az interneten egy igehirdető, nagyon tetszik az ő szolgálata, házasságról szokott prédikálni, az a címe, a YouTube-ba beírják, hogy férfi és női agy. Nagyon szeretem, és ő mondta az egyik igehirdetésben, hogy volt egy evangelizáció, rendeztek egy istentiszteletet, egy istentisztelet sorozatot, hogy jöjjenek kívülállók, térjenek meg, kibérjenek egy nagy csarnokot, és ő neki pont egy szexüzlet előtt kellett osztogatni a traktátust, a meghívót. Mentek arra emberek, és akkor kezében nyomott, pont ment volna be a szexüzletbe, kezében nyomott egy ilyen meghívót. Jaj, pont nem is ide akart menni, nem tovább. Úgyhogy hogy nagyon-nagyon visszaesett a forgalma ennek a szexboltosnak. Annyira olyan mértékben, hogy nagyon mérges lett, és felbérelt egy bérgyilkost, hogy ölje meg az igehirdetőt az evangélistát. Elismert a bérgyilkos erre az alkalomra, hogy oda megy, és akkor kijön az evangélista, lepufantja, és ő nagy zavarban, az elmegy onnan. Beült. De pont amikor ott volt ez a bérgyilkos, pont akkor rosszul volt az evangélista, fájt a feje, és mondta a dicsőítő csoportnak, meg a vezetőnek, menjetek ki, énekeljetek, és hogy még nem leszek jobban. Kimegy a dicsőítő csoport, meg van lepődve a bérgyilkos, hogy most mi van, és akkor azt mondja a dicsőítő csoport vezetőnek, hogy most testvéreim, köszöntsétek egymást, öleljétek a mellettetek levőt át, hogy örülök, hogy itt vagy, szeretlek. És a bérgyilkos még annyi szeretetet nem kapott, mint azon az alkalmon, átölelték, szeretlek, így szeretlek, úgy szeretlek, teljesen össze volt zavarom. Aztán elkezdtek zenélni Krisztus szeretetéről, Isten szeretetéről, ez már teljesen nem értette a dolgot. Aztán nagy nehezen kiment az evangélista, akkor már úgy volt velem, hát akkor nem tudok, hogy majd a végén elődöm. Aztán elkezdett beszélni Krisztusról, hogy szeret téged, és ezzel a feltétel nélküli szeretettel, és gyere, és akkor megérintette Isten igéje ezt az embert. És azt mondta, így fellelkesedve ez az evangélista, akit Isten megérintett, az jöjjön ide előre, jöjjön, és várja meg, hogy akarja követni az Urat, és jöttek az emberek. És az a bérgyilkos is ment ki. És félúton térve ülött, hogy nem tudom megtenni! Erre oda mentek a rendezők, de meg tudod tenni, gyere! De nem tudom megtenni! De meg tudod, gyere, gyere! Hát nem érdik, hogy mit mondunk, és akkor elővett a pisztoly, ezt nem tudom megtenni! Lényeg az, hogy aztán megváltozott ennek az embernek az élete, hogy az Isten szeretete az megváltoztat. Én mondtam azt, hogy én megtérésem előtt ittam, drogoztam, egy rockzenekar énekese voltam, és akkor megismertem Istent, azt mondtam, hogy ez az, amit egész életembe kerestem. És onnantól kezdve más lett az értékrendem, más lett a gondolkodásom. El sem tudnám volna képzelni, hogy ilyen alkalmat végig tudjak ülni előtte. De olyan jó, hogy most már élvezem, hogy Jézus Krisztusról van szó, Isten szeretetéről. És ez egy nagyon fontos igazság, hogy az Isten szeretete, az teljesen megváltoztatja az ember. Az meggyógyít, az helyreállítja a kapcsolataidat. Teljesen kicserél. De nem ural le. Mert azt mondja a János 3.16, ha valaki ő, hisz ő benne, ha. Az ördög az, aki berúgja az ajtót, és ő ott van.
Az Isten nem rúgja be az ajtót, ő kopogtat. Jézus Krisztus a szíved ajtóján zörge. Ha meghallod, nem olvasod, hogy ha meghallod a hangomat, és nem nyitott ki az ajtót, akkor berúgom. Ilyen nincs. Hanem meg kell nyitni az életed ajtaját, hogy bejöjjön az életedbe. Ez egy fontos igazság, hogy az Isten szeretete, ő akkor is szeret, amikor mész a pokollal Premier Plánba ezerre. Ő minden embert szeret. Ő mindenkiért meghalt. Te érted is. De hát én még akkor nem is értem. Nagyon helyes, jól tudod. 2000 éve már előre meghalt. Már 2000 éve meghalt, érted? Mi megcsináltuk a balhét, ő meg elvitte a balhét, itt is szokták mondani. Ő már meghalt előre. Már minden, már a holnapi bűnödért, holnap után, jövő heti, jövő évi, minden kész. Az Isten, Calvin úgy mondja, hogy amikor kileveli a lelkét, akkor rárakta a világ mindenség összes bűnét az Isten a Krisztusra. És ez így van. És meghalt. De most keresztút előtt állsz. Elfogadhatod ezt a kegyelmet? Vagy azt mondod, hogy holnap, vagy engem nem érdekel, vagy holnap? Azt nem tudjuk, hogy holnap mi lesz. Csak a ma van a kezedben. Rajtad áll, hogy mit kezdesz ezzel. Rajtad áll, hogy meg akarsz-e szabadulni. Rajtad áll, hogy a lelki rabságaitól meg akarsz-e szabadulni, meg akarsz-e gyógyulni belőle. Rajtad áll, hogy akarod-e, hogy a bűneid, mert azt mondja Jézus, hogy aki a bűnt cselekszi, a bűnnek a szolgája. De akit a fiú megszabadít, valósággal szabad lesz. Rajtad áll, hogy még raboskodni akarsz. Rajtad áll, hogy te szeretetlenül, keserűen, depressziósan, magányosan éled az életedet, vagy Krisztussal. Rajtad áll, hogy az Isten szeretetét. Engeded, hogy rád öntse az Isten. Rajtad áll. Csak egyszerűen azt kell mondani a Jézusnak, hogy Úr Jézus, gyere be a szívembe. Én az én életemben is próbálták elmagyarázni így, úgy. Én hazamentem, megkértem az Úr Jézus, hogy jöjjön be a szívembe, és megváltozott az életem. Nem lesz pedálda meg tűzi játék, de valami megváltozik. Isten gyermeke leszel. Az Isten szeretete átölel, és onnantól kezdve Isten családjába tartozol. És nagyon fontos az, hogy ez a szeretet kegyelemből van. Te nem tehetsz érte semmit. Efézusi levél. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ezt a szeretetet vagy elfogadod, vagy elutasítod. És ha azt mondod, majd holnap, akkor elutasítottad. Mert most van felajánlva ez a kegyelem. Holnap ki tudja, hogy mi lesz veled. Vagy elfogadod, és azt mondod, Úr Jézus, szükségem van rá. Mondhatod, én katolikus, református, evangélikus, akárki vagy. Nem vallásról beszélünk, Isten szeretetéről. Úgy gondolom, hogy a templomban is az Isten szeretetéről van szó. Ugye, testvér? Úgyhogy itt nem arról van szó, hogy mert úgy szerette Isten a baptistákat. Nem erről van szó. Nem úgy szerette Isten a világot. Mert úgy szeretett téged az Isten, hogy meghalt érted. És kell-e ez a szeretet? Elfogadod-e? Csak annyit kell mondanod, hogy gyere be az életembe. És ez a karisz, ez a kegyelem, hogy bűnös emberek vagyunk, és egyszerűen csak elfogadjuk ezt a kegyelmet. És akár vissza kegyelmet úgy fordítják, hogyha emberről van szó, hogy akkor ez a kegyelemből hála lesz. Elkezdesz hálás lenni. Milyen jó lenne, ha nem keserűen, szomorúan élnél az életet, hanem hálával. És az arcad is a hálának az öröme ott lenne, hogy kisimulná az arcod. Volt olyan ember, volt egyik gyülekezetben, hogy nem tudott aludni már több mint 20 éve. Gyógyszerrel tudott aludni. Megtért, nem történt semmi nagyon nagy dolog. Kérdezte a lelkipásztor, mi van veled?
Nem tudom, de amióta befogadtam Jézust, azóta nem kell gyógyszer. Azóta rendbe jöttem, családommal a kapcsolatom. Azóta békességem van. Kell neked a békesség? Kell neked öröm? Kell neked hála? Kell neked örök élet? Csak fogadd el. Kegyelemből hitáltad. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Csak annyit kellene mondanod, hogy Úr Jézus szükségem van. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, és befogadlak téged. Én csak annyit mondtam, Úr Jézus, gyere be a szívemben. Ezt is megértette, ő ne jött. Ha nem fogadtad el Jézust, életed legjobb döntése előtt állsz. És rajtad múlik, hogy most megteszed-e, megkéred-e, hogy jöjjön be az életedbe. És akkor boldog ember leszel, teljes és tartalmas életed lesz. Csukjuk be testvérem a szemünket. Szeretnék most imádkozni. Szeretnék azért azokért az emberekért imádkozni, akik még nem fogadtak el téged, de hogy az Urat nem fogadták el még Jézust, és az Isten szeretetet, ezt a pont szeretetet, ezt a feltétel nélkül szeretetet. Úr Jézus, te vagy itt közöttünk, és te látod azt, hogy ki az, aki még nem fogadott el téged, nem hívott be az életébe. Én imádkozom azért, hogy hallja meg az öltetést. És megkérjen a szemüket, hogy szeretnék imádkozni azért, azokért, hogy mondok egy imát, és hogyha el akarod fogadni Jézus Krisztust Uradnak és megváltódnak, akkor mondd utána, lassan mondom. Elmondom elsőnek, és azután úgy gondolom. Úr Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, és most megnyitom a szívem ajtaját, és gyere be, kérlek. Elfogadva, Uramra megváltunk. Ámen. Még egyszer mondom, és hogyha el akarod fogadni Jézust, mondd utána. Úr Jézus, szükségem van. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. És megnyitom most szívem ajtaját. És kérlek, gyere be. És te legyél az én Uram, és megváltod. Amen. El szeretném mondani, hogy ezt nem csak a gyülekezet hallottam, nem csak én hallottam, hanem az Isten is hallott. Azt mondja a Biblia, hogy közeledetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Honnan tudod, hogy bejött a szívedbe Jézus? Honnan lehet megtudni? Jelenések 3:20 azt mondja, lássák, hogy nem én találom ezt ki, hanem a Biblia. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és én valam. Ez a vacsorálás, ez egy közösséget jelent. És honnan tudjuk, hogy bejött az életünkbe? Nem biztos, hogy éreztél valamit, de honnan tudod? Honnan, mert ő megígérte. És ő lehet, hogy becsap téged és hazudik? Nem. Aki meghalt értünk, és aki feltétel nélkül szeret úgy, ahogy van, az nem csap be. Ő megígérte. Akkor hol van most? Jézus Krisztus a szívedbe. Fiam mondta azt, behívta is Jézust a szívébe, és a 5 éves fiam vagy, és azt mondta, fájt nagyon a sár. Hát kérjük meg az Úr Jézus, hogyha már úgyis ott van a szívünkbe, akkor nézze már meg, hogy mitől fáj a sár. Nagyon-nagyon és olyan jó ez a gyermeki hit. De igen, benn van. Isten ott van a mennyországban, Jézus ott van az Atya jobbjánál a mennyországban, de a Szentlélek ott van. És hirdetem neked az örömhírt, hogyha te ezt őszintén mondtad el, akkor Isten gyermeke vagy, Jézus Krisztus a szívedben. És szeretném azt, hogy a lelkipásztorodat vagy a papodat
keresd meg és imádkozzatok együtt, és erősítsétek az Istennel való közösségeteket. Amen. Valóban Isten szeretete végtelen, és azt mondja az egyik helyen az ige, hogy amikor az idő teljessége eljött, akkor Isten kibocsátotta az ő fiát, hogy akik a szolgaságban vannak, azok fiak legyenek is. Sokszor hajlamosak vagyunk úgy gondolni magunkra Isten gyermekeiként, hogy mi mindig szolgák vagyunk, és megpróbáljuk kitaposni, kipedálozni Istennek a jó indulatát. Ott ezt nem kéne, hiszen Jézus Krisztusban az ő gyermekei lehetünk, és Isten az ő gyermekeire azért tekint szeretettel, mert a gyermeke, és nem azért, mert valamit letettek az asztalra, vagy nem. És jó volt az hallani, hogy Isten szeretett tényleg feltétel nélküli, nem attól függ, hogy mit teszek, hanem attól függ, hogy mi vagyok, és Isten szemében Jézus Krisztus által az ő gyermeke lehetek, és erről szól ez az ének is. Just you.
szeretnék mondani, hogy miért is vagyok hálás. Hát mikor megyünk ilyen szolgálatokra, én sose tudom, hogy mit fogok mondani, csak éppen egy pár perccel előtte dől el bennem. Annyira sok minden van, amit mondhatnék, hogy megpróbálom a legközelebbit elmondani. Kettő jutott úgy eszembe. Az egyik az múlt héten vasárnap történt. Ott Pásztón a helyi evangélikus testvérekkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és nekem oda jár az egyik barátnőm, és ő is eljön hozzánk, és akkor ő is meghívott engem. És elmentem a háladó Isten tiszteletre, és ilyen nagyon szép templomuk van, felültem a karszatra, és nagyon szép volt az alkalom, minden nagyon jó volt, és amikor vége lett, akkor mentünk le a lépcsőn, és hát ez egy ilyen jó hosszú, ilyen 15 lépcsőfokos lépcső, és hát olyan jól sikerült, hogy megcsúszott a cipőm, és végig legurultam az egész lépcső soron, egészen le az aljáig, úgyhogy hát mikor leértem, azt sem tudtam, hogy hol vagyok, vagy mi történt, és akkor mindenki kérdezte, hogy most hol fáj, mi tört el, mit vérzik, mi történt, és akkor úgy, hát mondom, nem tudom, mert mondom, sehol nem vérzik, sehol nem fáj, semmi nem tört el, és akkor annyira néztek ott, hogy hát ez hogy lehet, mondta a lelkész úr, hogy hát ő szerinte nagyon nagy szerencsém van, mert ezt ennyivel nem lehetett volna megúszni. Úgyhogy ez az egyik, hogy hát utána elgondolkoztam rajta, hogy ebből azért lehettek volna érdekes dolgok egy ekkora esésből, és semmi bajom nem lett. Aztán a másik az nagyon közeli, az tegnapi. A munka mellett főiskolára járok, és ez az utolsó évem, és hát már nagyon már nehezen gyűröm ezeket a vizsgákat, és tegnap is volt egy vizsgám, hát a tantárgy neve ágazati politikák, aminek tulajdonképpen a politikához semmi köze, inkább ilyen társadalmi befolyás, ellentétek, szocializáció, ilyesmiről szól. És akkor hát próbáltam készülni, amennyire időm engedte, és akkor leültem, és nagyon izgultam, mondom, tudja, hogy meg fog bukni, de megpróbálom. És akkor azt mondja a tanár úr, hogy hát, mondja már, hogy mit jelent az, hogy valaki őstermelő, és az, hogy családi gazdaság. És akkor nem akartam elhinni, mert az én szüleim méhészek, az én családomban mindenki őstermelő, és családi gazdaságot működtetünk. És holott ez a tananyagban nem is volt benne. És elmondtam neki, és akkor persze sikerült a vizsga, és amikor kimentem, beültem a kocsiba, és akkor mondtam a férjemnek, hát mondom, látod, ez az isteni gondviselés, hogy olyat kérdez, ami a tananyagban nincs is, és 1000%, hogy tudtam. Úgyhogy hát nagyon sok ilyen dolgot tudnék mondani, amiért hálás vagyok. Most ezt a kettőt emeltem ki, és hát arra bíztatok mindenkit, hogy ezeket a kis dolgokat is, amik nagyon nagyként hatnak, akkor az életünkben azokat is megnézni. Köszönöm. Köszönöm.
gyülekezet, és utána pedig a Győri és Martonházas pár énekét. Nem tudom miért, nem lepelünk kétségi tentetvérek, nem is ez a könyv, hanem egy másik könyv, hogy Isten végtelen helyezte a szívembe ezt a szavalatot, nem tudom. De ami a szeretettel, én mondom, hogy olyan szeretettel fogadják a minden zsebkünk. Tudd meg, ember fő vagy, hogy a nyári népben elszáradsz hamar. Kit a rögös hírha eltemet elcsapar, értető hírmodat elsorolja a szél. Illatod elpároló, ó, mondd, miért születtél? Ma még cseng ajkadon a vidám nóta szó, antarító közönybe és bűnbe ingató. De nem tudod, titkos számodra volna, nem hallgatod, és tárműle örökre az ajkad. Ezért sírd fel sokszor, zokog fájó lelke, tölt ki el félelet, remegő kebredet. Te szegény szenvedő, Isten kiált felé, felkínálja néked értető kegyelmét. Figyeld meg, ajkának hat hívogatását, éred meg szerelme reál borulását. Mielőtt elsárgulsz, és virágod elhúl, fogadd el az üdvöt, mit felé nyújt az Úr. Mert minden elmúlik, minden megsemmisül, de az Isten szava örök, beteljesül. Ki néki értelé, a sosem lát halált, életet nyert, üdvöt és hófehér ruhát. Örökké élt, uralkodik Jézustal odá. Amen. Éneked Istenemnek, dicséretet örömmel, hisz tőleg adtad életemet, te áldasz kegyelmével. Jöjjön, dicsérjük együtt az
Szóval gondolatban elmondanám, hogy én miért is vagyok tehás. Egy szóval mindenért. Mert hiszen mindent tőle kaptunk. Mert azt mondja Pál apostol a Korintusi levél 4. rész 7. versében, hogy mitek van, amit ne tőle kaptatok volna. És a hálára parancsunk is van a második Tesalonikai levél 5.18-ban ezt írja. Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata. De a sok hála, akkor felsorolni kételenség. Egy párat említek azért. A sok régi szép emlék közül felelevenedik előttem az az alkalom, amikor egyszer bankúton voltunk ilyen keleti konferencia. És a kislányom, aki olyan 5-6 éves körül lehetett, akkor szavalt egy verset, aki már azóta egy második gyermekkorban van, tudnélik újjászületett, olyan 5 és 6 közt van szintén. Tehát volnak egy új született gyermeke, 5 és fél éves. Tehát 2009 márciusában volt a bemerítése. Most akkor ezt a verset szavalta, amit visszahangzott ott a környék, az erdők, a fák, hogy mindent köszönök. Szeretem a napfényt, patak csorgását, kis méh zümmögését, madár dalolását, lágy szellőt, virágot, sok apró örömöt, minden szépet és jót Istennek köszönök. De csak a szépet kell megköszönni. Nem csak a szépet kell megköszönni Istennek, hanem mindent, hisz, ahogy mondtam, parancsunkban, hogy mindenért hálásak legyetek mindenért, mert ez az ő akarata. A jó dolgokért, a rossznak tűnő dolgokért is, úgyhogy mostanában egy kicsit úgy köhögök, egy pár napja, de hála kell ezért is adni, mert sokan szeretnének még köhögni. Tőlem fiatalokban. De sajnos, hogy már nem tehetik, mert csak az élők tudják az Urat dicsőíteni. Azt mondja Jeremiás próféta a sírálmaiban, hogy az Úr nagy kegyelme az, hogy még élünk. Naponta megújul az ő kegyelme rajtunk, az ő irgalma. Tehát nem kell félnünk, ha olykor olyan dolgok történnek velünk, ami esetleg nekünk nem tetszik. Mert az Úr gondot visel, azt mondja, hogy kedves ének, ne félj, kicsin csapat, ha rád felleg borul, kegyelmet rejt, belőle majd áldás esője hull. Bízzál az Úrban rólad, ő meg nem feledkezik. Sorsos sütélő árnyak és szent arca rejtezik. Tehát bízunk az Úr ígéretében, mert azt mondta, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végéig. És ha esetleg valami baj ér bennünket, akkor szintén van egy másik biztatás, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak téged, és te pedig dicsőítesz engem. Tehát a hála kötelességünk, mert a hívőknek illik hálát adni.
Még egy versem van, amit szeretnék elolvasni, mert egy kicsit hosszú is, de nem is tudtam már megtanulni, mert ahogy már mondtam másképp, hogy én már nem vagyok fiatal, és nem tanulok könnyen, inkább felejtek könnyen. Az a címe, hogy köszönöm, Uram. Uram, éreztem, szóltál hozzám, így szólítottál, gyermekem. Templomodban megérítettél, hol némán hajtottam fejem. Köszönöm néked, Istenem. Uram, tudom, kiválasztottál, veszni bárányod nem hagyod. Mikor fájdalomban gyötrődtem, te bekötötted a sebem. Köszönöm néked, Istenem. Uram, fényt adtál a látásra, örülni szép természetem. Csodálni égen, földön látszó hatalmadra nyitott szemem. Köszönöm néked, Istenem. Uram, engedtél új tavaszt még, megtartottál kegyelmesen. Világszirmok záporában látom, irgalmad végtelen. Köszönöm néked, Istenem. Uram, vezess szent lelked által, ne lakjon bennem félelem. Golgotán, fiat szentvérével megmentette az életem. Köszönöm néked, Istenem. Uram, ingó hitem táplálod, ajkamra szót adsz szüntelen. Ígéddel hadd hirdessem másnak, tart még a földi kegyet. Köszönöm néked, Istenem. Uram, engedd, hogy küldetésem teljesítsem hálatelten. Ha erőm fogyna, hozzá térek, végső sóhajom ez legyen. Köszönöm néked, Istenem. Thank you.
az éneket elénekeljük, azon gondolkodtam itt, hogy mondjuk ez egy pár szót, ugyanis egy elég friss élmény van bennem, és még nem fogalmaztam úgy meg magamban, szóval egy kicsit keszekusza lesz, akkor elnézést kérek, mert nem készültem rá. Megpróbálom azért valahogy érthetően visszaadni, és azért akarom ezelőtt az ének előtt, mert a refrénje az nagyon, nagyon visszaadja azt, amit az elmúlt napokban tapasztaltam. A lényeg az, hogy az elmúlt hetekben eléggé úgy éreztem magam, hogy egy csomó kérdőjel került az életembe, és igazából nem tudtam, hogy azok a dolgok, amik történnek velem, azok miért történnek, mi értelme van ennek, miért kell ezen nekem végigmennem egyáltalán. Én választottam-e rosszul, én döntöttem-e valahol korábban nem úgy, ahogy kellett volna, és így eléggé beleőrültem magam egy ilyen nagyon depis állapotba, és az volt bennem, hogy igazából azon túl, hogy megkérdőjeleztem azt, hogy egyáltalán mi értelme van annak a munkának, amit csinálok, miért csinálom azt, miért járok abba a suliba, ahova járok, miért csinálom azt. Ezeken a dolgokon túl még azt is megkérdőjeleztem magamban, hogy egyáltalán gyülekezetben mit keresek én, mi értelme van annak, amit én csinálok, mi haszna van annak az életemre, és ilyen hát csúnya hangzó kérdések merültek fel bennem. Bizonyára ti még nem voltatok soha így, csak én, úgyhogy tanuljatok belőle, hogy ne legyetek így. És hát nyilvánvaló, hogy ez megterhelt, hiszen tudtam azt, hogy nem kéne így gondolkodnom, nem kéne úgy vizsgálnom a hívő életemet, hogy mi hasznom van abból, hiszen nem azért vagyunk hívők, hogy abból mi hasznot húzzunk, leginkább. És ahogy így örültem magamban, és vádoltam is magam, amiatt, hogy így gondolkodok, hogy ilyen állapotban vagyok, az egyik este úgy teljesen spontán egy dal elkezdett föl beugrani. Nem tudom már, hogy melyik volt az, nem ez, de nem tudom, hogy melyik. A lényeg az, hogy valahogy akkor éreztem, amikor ez a dal úgy elindult bennem, hogy elkezdtek ki ezek a terhek lehullani rólam. És korábban is éltem már át hasonlót, és ezt én úgy fogom fel, hogy amikor mi nem vagyunk olyan állapotban, nem vagyunk olyan paszban, hogy tudjuk Isten dicsérni, mert a padlón vagyunk, vagy mi szinten lejjebb, akkor ott van nekünk Isten szent lelke, aki tudjuk, hogy Jézus dicsőíti. És amikor én nem vagyok abban a paszban, hogy magasztaljam az Urat, akkor is ő ott van bennem, és mégis kvázi tőlem függetlenül egy picit, de szól a dicséret Isten felé. Mert ezt a Szentlélek megteszi helyettem. Ezt így fogtam egy picit föl, és aztán nyilván ebbe aztán belekapcsolódik az ember is. És ennek az éneknek a refrénje úgy szól, hogy te vagy, aki éltet, te vagy, aki élsz. És tényleg akkor este ezt tapasztaltam meg, hogy amikor nekem nincs erő, hogy kimondjak azt, hogy köszönöm, vagy nincs erőm, nincs kedvem, nem vagyok olyan paszban, hogy bármi, vagy egyáltalán az Úrhoz szóljak, akkor Úr az, aki mégis életet ad, és föllocsol, hogy tudjak róla énekelni, tudjak neki énekelni, tudjam dicsérni őt, hálás tudjak lenni neki. És ezért az élményem most, ezért az élményért vagyok én most leginkább hálás, mert tényleg úgy voltam, hogy fogok én ebből kikászálódni, ebből a gödörből, és az a jó, hogy van aki kiemel ebből a gödörből is, és nem hagy bennem. Úgyhogy akkor menjen ez az ének.
és nem lesz az éget, de ugyanúgy ész. Az ember csak rész, hogy fontos neked ez a kicsi kis rész. Már rád volt a tér, és rád volt a gár, de te ugyanúgy válsz. Ha minden nap épül, egyszer csak ész az a gyönyörű. Sokat ültünk, álljunk fel. Ezt ismerjük, ezt az éneket, Jézus visszajön. Ez lesz akkor a záró ének. Ez a befejező énekünk. Amikor majd a persei törzsbe megy, én kérek mindenkit, hogy amit az Isten rábízott, az ő háláját, azt tegye a perseibe. Mindezt szem előtt tartva, hogy csak a jó szívű adakozót szereti az Isten, úgyhogy senki számára az adakozás nem kötelező. Amen. Amen.
Az Úr közel. Jöjjön. Amar.